Lócz Csillával, a KIAMI vezetőjével beszélgettünk az elmúlt időszak eredményeiről és a tanév végéről. Az elmúlt időszakban az online oktatás ellenére az iskolában megszervezték a különböző műveltségi területversenyeket online formában. A Kiskulcsosi Tagintézményben városi népdal éneklési versenyt szerveztek szép számú gyermek részvételével. Az elmúlt időszak változatos volt, ugye a tavasz nagy részét a karanténos online oktatásban éltük, de ennek ellenére iskoláinkban megszerveztük a különböző műveltség területi versenyeket, ez persze online formában. Ha sorba haladunk a tagintézményekbe, a Kiskulcsosi tagintézménnyel kezdeném, ott a hagyományos városi népdaléneklési versenyt szervezték meg a kolléganők, szép számú gyermek részvételével a város szinte valamennyi iskolájából. Itt is megtörtént már az eredményhirdetés, és nagyon szép díj, illetve eredmények születtek ezen a versenyen. A napokban került sor a 20. Molnár Anna matematika verseny eredmény hirdetésére. Ez a verseny is online zajlott, a Kovács Mihály általános iskolai tagintézmény és tehetségpont szervezésében. Itt is a város több intézményéből vettek részt diákok. A tavaszi időszakban zajlott online a 20. Maros Gábor ütőhangszeres szóló és duóverseny, amelyre 4 művészeti iskolás gyermek nevezett duóban második helyezést értek el a beküldött videófelvétel alapján. Erre a versenyre iskolánkból 4 gyermek nevezett duóban, és különböző kategóriákban, különböző korcsoportokban második helyezést értek el. Ez a verseny Győrben került megszervezésre, de mivel online volt, ezért a gyerekeknek szinte el se kellett menni Karcagról, hiszen ezekre a versenyekre egy videófelvételt kellett készíteni, és a zsűri azok alapján értékelte a teljesítményeket. Ugye a gyerekek nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy így vegyenek részt versenyeken, hiszen mindig arra gyúrnak és gyakorolnak, hogy közönség előtt és a zsűri nyitott szemei és fülei előtt adják elő a produkcióikat. Ez más, kamerák előtt teljesen más. Ugyanakkor megvan az a lehetőség, mikor felvételről megy el egy anyag, hogy azt többször föl lehet játszani, és tényleg a legjobb felvétel kerüljön a zsűri elé. Megtörtént a beiskolázás a 2 általános iskolai tagintézménybe. Mindkét helyen 2-2 elsős osztályt indítanak 20 fő körüli létszámmal. 2 általános iskolai tagintézményünkbe az első osztályosoknak a beiskolázása, beiratkozása megtörtént. Dióhéjban annyit tudok elmondani, hogy mindkét tagintézményben 2 első osztályt indítunk, 20 fő körüli létszámokkal. Ez egy nagyon szép létszám, most már a második éve tudunk így 2-2 osztályt indítani. Hát bízunk benne, hogy ez a tendencia a következő években is megmarad. Június 15-éig zajlik a művészeti iskolában a beiratkozás a tanszakokra. Itt szeptember elején lesz pótbeiratkozási lehetőség. Ez az az időszak, a május vége, június eleje, amikor a művészeti iskolába, a zeneiskolába is beiratkozhatnak, jelentkezhetnek a növendékek. Az idei évben is nagyon sok szeretettel várjuk a zenét hangszeren játszani szerető gyermekeket. Minden tanszakon van 1-2 hely, ahova lehet jelentkezni. A beiratkozást azt itt tehetik meg a szülők a zeneiskolában, jelentkezési lapot kell kitölteni, illetve hozzá kapcsolódó dokumentumokat. Ezt a jelentkezést június 1-től egészen június 15-éig tehetik meg, tehát egy egész tág intervallumot hagytunk most a szülőknek, elkerülve a tumultust, illetve hogy legyen idő gondolkodni azon, hogy milyen hangszert is szeretne választani a gyerek. Ha még most sem tudta eldönteni, szeptember elején mindig szoktunk egy pótbeiratkozási lehetőséget adni a szülőknek, illetve a gyerekeknek. Bízunk benne, hogy azzal a lehetőséggel is minél többen fognak élni. Lassan elindulnak az online hangversenyek helyett a szabadtériek. Ennek egyik állomása lesz június 18-án Kunhegyesen, ahol a művészeti iskola pedagógusai és a gyerekek fognak együtt muzsikálni. Én bízom benne, hogy most a pandémiás helyzet elmúltával a nagy közönségnek is megmutatkozhatunk. Nyilvános hangversenyek nem voltak. Zárt körű hangversenyek online térben, tanszaki zárt
közösségekben megtörténtek, hiszen sok-sok felvétel készült, amelyek a szülők körében került megosztásra. Ennek is megvan a varázsa, de mégsem az igazi. Készülünk arra, hogy most már élőben megmutatkozhatunk, és hát ennek az élő megmutatkozásnak az egyik állomása lesz a tanév végén, június 18-án egy meghívást kaptunk, nem messze, városunktól Kunhegyesre, és az ottani sétáló parkban a főtéren fog bemutatkozni a művészeti iskolánk. Pedagógusok és gyerekek fognak együtt muzsikálni egy térzenét. A tanév június 15-ig tart, utána meg lehet tartani a ballagásokat az általános iskolai tagintézményekben, az udvaron, ahol 500 főig fogadhatnak látogatókat. Örülnek a gyerekek is, a pedagógusok, illetve a szülők is örülnek. Jelenállás szerint ugye a tanév június 15-ig tart, és a tanév után meg lehet tartani a ballagásokat. Az általános iskolai tagintézményeinkben szabad térre, tehát az udvarra szervezzük a ballagást. Az udvaron 500 főig fogadhatunk látogatókat, vendégeket. Az udvaron nem kell fölmutatni a védettségi kártyát, viszont a maszk használata a vendégeknek, a belépő vendégeknek kötelező, illetve ügyelnünk kell arra, hogy a távolságtartás szabályait is betartsuk. Addig még a diákoknak lesz lehetőség a javításra.